Kíváncsiak vagytok, hogyan került a dzsín a lámpásba? Elmesélem, de kezdjük az elején. Horváth Sebestyén Sándor a jól ismert dzsín alakjában köszöntötte a gyerekekből álló tesztközönséget a Móri Zsigmond Színházban. A vendégművész emellett Koldust, Sáfárt, orvost, szomszédot és Szabót is alakít a darabban. Az 1001 éjszakát Papp Dániel rendezte, de a végeredményt a próbák során a nyíregyházi társulattal közösen alakították ki. Számomra az volt a legnagyobb meglepetés például, hogy létre tud jönni az a csoda, hogy tulajdonképpen semmivel nem használunk igazán díszletet, nem használunk kellékeket, és mégis létrejön valami varázslat, ami nagyon igazi, és mégis nagyon játékos, szellemes, kedves. Van egy történet, amin végig tudjuk vezetni őket, anélkül, hogy hatalmas díszletet építenénk, és őrületes kellékvilágot használnánk. Gyönyörűek a jelmezek, amik nagyon sokat adnak hozzá, hogy ez a világ olyan szép legyen, amilyen. És hát az egész előadást vetítéssel díszítjük gyakorlatilag, és ebben nagyon nagy szerepet kap Czakó Ferenc, akinek a homokrajzai megjelennek illusztrációként az egyes mesékhez, amik az 1001 éjszaka meséiből kilettek választva. A darabot először a Zák bérlettel rendelkezők láthatják január 17-én pénteken 15 órától a Móri Zsigmond Színház nagy színpadán. A rendezővel készített hosszabb interjút pedig szintén pénteken láthatják a nézők a Weekend című műsorunkban.